Kötelezővé tenné az egyetemi hallgatók számára a koronavírus elleni védőoltást Kolozsvár polgármestere annak érdekében, hogy ősztől induljon újra az egyetemi élet. A BBTE vezetősége csak a bentlakások megnyitását kötné oltási igazolványhoz. Nincs még arra vonatkozó döntés, hogy milyen feltételek mellett indulhatna el az új egyetemi tanév, de a Bábesbolyai Tudományegyetem vezetősége reménykedik abban, hogy a 2021-22-es tanévben minden hallgató szemtől szembeni oktatásban vehet majd részt, tájékoztatta híradónkat az intézmény rektor helyettese. Sós Anna úgy fogalmazott, ennek az a feltétele, hogy a több ágy a saját fürdőszobával nem rendelkező szobákban is biztosítani lehessen szállást. Jelenleg csak a két ágy a saját fürdőszobával rendelkező szobákban laknak diákok, ezek száma viszont elenyésző. Ennek a feltételeit az akkori járványhelyzet határozza meg, de egyetemünk szándéka szerint szeretné azt, hogyha itt lehetnének, akár azon az áron, hogy oltással rendelkezzenek, vagy legalábbis az, aki a kollégiumban szeretne lakni. Sós Anna hozzátette, erre azért van szükség, mert az együttélésre más szabályok vonatkoznak. A kollégiumok megnyitását szigorúbb feltételekhez kötnék, mint a tanórákon való részvételt, ahol kevesebb ideig vannak együtt a diákok. A Kolozsvári Magyar Diák Szövetség elnöke úgy fogalmazott, támogatják, hogy a diákok minél nagyobb számban igényeljék az oltást, de ehhez kötni a bentlakáshoz való jogot diszkriminatívnak minősülne. Az egyik eszköze a biztonságos visszatérésnek az oltás tud lenni, viszont nem tennénk mi egyáltalán kötelezővé azt, hogy csak azok térjenek vissza az egyetemekre, vagy a bentlakásokat azok tudják igényelni, akik be vannak oltva, hiszen ez diszkriminatívan választja szét a diákokat a közösségben. Hatos Attila úgy fogalmazott, egy ilyen döntés esetében az oktatásban nem egyenlő esélyekkel indulnak a hallgatók, annak ellenére, hogy ők is a szemtől szembeni oktatást támogatják. Véleményük szerint sem az önkormányzat, sem a kormány nem kellene azt befolyásolja, hogy a diákok milyen feltételek mellett térhetnének vissza a Kincsesvárosba, hiszen a tanintézmények vannak a legközelebbi kapcsolatban a hallgatókkal és a tanárokkal, így nekik kellene döntést hozni ebben a kérdésben.